következő vendégem, akit nagy szeretettel invitálok, egy junior prima díjas kollégina nő, Mizsei Anett, Isten hozott. Köszönöm szépen. És hát Anettről azt kell tudni, hogy én is részesének érzem magam ennek a dolognak, bár nem én voltam az ő konzulensem, vagy gyakorlatvezetője, talán sose. Mindig is, hát nem is tudom, hogy mindig is, de jellemzően Markó Balázs tanár úr istápolta a te építészeti szánybontogatásaidat. De azért én úgy mindig úgy valahogy úgy éreztem, hogy jelen vagyok ebbe a dologba, és akkor ugye 2010-ben, jól mondom, adatott meg, hogy valahogy a csillagok úgy álltak, hogy úgy érződött, hogy téged javasolni kell erre a díjra, és ennek te is örültél, meg én is örültem, és a végeredmény az még inkább örömteli volt, hogy meg is született ez a díj, úgyhogy én itt venném fel ennek a kis beszélgetésnek a fonalát. Azt se titok, hogy te segítettél nekem egy pár képpel, és én is készültem egy pár képpel, ami remélem nem okoz majd túl nagy zavart, de akkor ezt én meg is próbálom megtalálni őket, és akkor rögtön az első kép az, ugye hát maga ez a fantasztikus díj átadási ceremónia, itt a csoportkép, akik akkor voltak díjazottak, és egy picit akkor most itt rád kérdeznék a dologra, hogy te, hogy mondjam, mint szenvedő alanya és kitüntetettje ennek az ügynek, hogy élted ezt meg, és mit adott neked ez a díj? Hát egy nagyon, nagyon klassz dolog, friss diplomás BSC-sként egyszer csak belecsöppenni egy ilyen díjátadó helyzetbe, és most így 10 év után visszanézve különösen izgalmas megnézni az arcokat, akikkel együtt vehettem át. Ugye a junior változatát ennek a díjnak nem egy embernek adják, hanem többnek, és ez azért is szerencsés, mert így szinte minden képzési helyről, minden intézményből kerültünk be a 2010-es szériába is. És hát olyan arcok bukkannak föl ott a környéken, mint a Tamás Anna Mária, aki később Pécsen még tanított is engem, mai napig ott él és működik, vagy Vasselyzen Áron, aki ugye egy igen sikeres momés fiatalember. És hát nagyon jó érzés ennek a csapatnak a tagja lenni, és azóta is, ha találkozunk, akkor van valami ilyen kis kötődésünk egymáshoz. De egyben... Mondtad ezt a friss diplomát, engedelmeddel lépek egyet, mert ugye mi ezt megkaptuk. Igen, és ugye egyben egy nagy öröm és egy ilyen felelősséget is érez az ember, mert hát nyilván a pályai elején ezt a díjat, ezt kvázi hitelbe kapjuk, aztán el kell vele indulni. Igen, igen. Első diploma, BSC diploma terv, tehát négy éves akkori alapképzésünknek a díja. Mi ez? Ez egy galéria. Én Budafokon nőttem föl, ami ugyan Budapest része, de bizonyos szempontból mégiscsak a mai napig le van egy picit szakadva, és van valamiféle ilyen sajátos vidékies, kisvárosias életérzés ott. És hát családi jó barátunk volt, én már nem nagyon ismertem, de Vén Emil festőművész, és hát nagyon szerettem én is a képeit, és végül neki terveztem egy galériát ott Budafok óvárosi részében, amit aztán éppen 2010-ben védtem meg. Egy picit az előbb zavarba is jöttem el, hogy körülnéztem, a BSC és MSC diplomabizottságok közel 100%-a itt ült a nézőközönség soraiban, úgyhogy egy picit most is ilyen diploma védés életérzés kezd eltölteni. Az egészséges stressz, ez mindig fokozza a teljesítményt. De egyébként nagyon jó élmény volt a mindkét diplomavédésem, úgyhogy és nagyon, nagyon jó kritikákat és útravalókat kaptam a bizottságoktól. Értem. Volt itt még egy ilyen nagyon érdekes mozzanat a te pályafutásodba, ezt csak azért tudom, mert annak is egyfajta ilyen ajánlója lehettem a sors kegyéből. Ez egy amerikai ösztöndíj volt. Igen.
Hát ez egy évvel korábban történt, még 2009-ben, hogy teljesen magánkezdeményezésre, akkor már második évben egy Breuer Marcel nevével fémjelzett ösztöndíjat megpályázhattam, és hát sikerült is elnyerni. Úgyhogy... De mit jelentett ez az ösztöndíj? Gyakorlatilag arról szólt, hogy nyilván a hallgatók, fiatalok portfólióval megpályázhatták, és egy alapítvány, illetve mondom magán személyek adományaiból 3 hetet kint tölthettünk az Egyesült Államokban, és egyetlen feladatunk volt, hogy úgy fűzzük föl ezt a kis körutazást, hogy Breuer minél több épületét meg tudjuk látogatni, és ebből aztán beszámolót, meg kiállítást is szerveztünk, miután hazajöttünk. Nekem egyébként éppen a képen látható Muskegoni Szalézi Szent Ferenc templom jutott, ami hát szerintem egy abszolút meghatározó élmény volt nekem így a fiatal építészként a pálya elején. Tehát az a fajta anyagiság, ami ebben a brutalista beton templomban megjelenik, és mégis azok a nagyon finom fények, meg geometriai játékok, ezek azt hiszem, hogy azóta is nagyon erősen hatnak rám. Hát Breuernek van egy ilyen, az épületeinek egy olyan erőtere, egy olyan fantasztikus energiakoncentrálódás van, hogy ez azt hiszem mindenkit megérint. Nyilván ez egy nagyon jó dolog, egy ilyen ösztöndíj, és ebből született azt hiszem, mert hogy én voltam egy előadáson, ugye? Tehát igen, volt ennek valamiféle utó... Az Építőművészek Szövetségében az Ötpacsirta utcában volt ebből egy ilyen kis mini konferencia beszámoló, úti beszámoló, és aztán itt az akkor még nem Breuer teremben, ahol most is ülünk, egy nagyon klassz fotókiállítást tudtunk még összehozni az anyagból, és azt hiszem akkor is lett elkeresztelve a terem Breuer teremnek, úgyhogy... Értem. Hát akkor névadó eseménnyel álltunk szembe. Igen. Így a BSC ilyen sikeres befejezése után mit csináltál? Hát aki akkor nem 8 év körüli alsótagozatos volt a teremben ülők közül, az valószínűleg sejti, hogy 2010-ben végezni építészként nem volt egy olyan optimista pillanat. Csak nem a világválságra utalsz. De, tehát úgy nagyságrendileg 0 darab építész álláshely volt abban a pillanatban Magyarországon, de őrült szerencsém volt, mert ahogy így kipottyantam az iskolának a kapuján, az akkori konzulensem Markó Balázs rögtön be is fogadott a maga irodájába, úgyhogy az első 2 évet azt náluk tölthettem, és hát ott is borzasztó sokat tanultam, úgyhogy ez egy nagyon jó felkészülési időszak volt a későbbiekre. Én kaptam tőled egy képet, amit ha most itt megnyitok, ez egy ilyen meglévő rekonstrukciós, talán várbővítés? Ez igen. Micsoda? Ebben a 2 évben elkezdtem mesterképzésre is járni, és ezt Pécsen tettem, uh-huh, a Pollakon, és hát említsük meg az ottani konzulensemet is, Rétfalvi Donát kísért ott gyakorlatilag abban a másfél évben végig, és hát eljutottam egy nemzetközi hallgatói workshopra, ami Szlovéniában volt, és Borvárát rekonstruáltuk, illetve egy ilyen kis pályázat indult ott, a versengés indult ott a workshopon belül a hallgatói csapatokban, és ott egyébként azt hiszem, hogy második helyezést értünk el, és aztán ezt komplex tervezésen, azt a nagyon kezdeti ötlet csírát komplex tervezésen dolgoztam tovább a Pollakon. Majd ebből még egy TDK munka is született, úgyhogy ez így viszonylag hosszabb távú lett, de nagyon-nagyon tanulságos volt. Arra viszont emlékszem, hogy az nagyon sikeres volt, tehát országos díj született. Igen. Második helyezést ért el országosan. Hát,
gratulálok így dolgozat. Akkor még egyszer. Köszönöm. Engedj meg valamit, emlékszünk talán a diplomatervedre, ami elővetítődött, ott egy ilyen támfal mellett haladtál, meg kicsit talán bányásztál is, ott még nem annyira. Itt ennél a ternél, itt már itt a jobb oldali felső képen, itt már valami mélyrehatolás nyomait érzékeljük, és ha én most akkor itt átlépek a diplomatervre, ott meg teljesen underground vagy már, nem? Igen, ez nagyon érdekes, tehát, hogy... elkezdtem elásni a házakat, tehát nekiindultam a diplomaterveimnek, meg a terveknek úgy, hogy most valami nagyon szép házat fogok tervezni, és aztán egy idő után ezt így betemettem a föld alá általában. Nagyon, nagyon élveztem ezt a kísérletezést azzal, hogy a földdel, meg annak az anyagiságával ilyen szoros kapcsolatban lehetett maradni. Ugye itt a téma is nagyon adta magát, másutt a helyszín volt az, ami ezt nagyon erősen megkívánta. Itt a téma adta magát, ez egy barlangász központ. Akkoriban hát ilyen hobbi szinten, de barlangáztam is, és hát ez borzasztóan foglalkoztatott, ez az alá szállása a föld mélyébe. Úgyhogy ezért aztán a Mecsekben egy ilyen barlangász központot követtem el diplomatervként. Ezért is valahogy a sorsnak úgy látszik egy ilyen szeszélye, hogy itt meg én a zsűri elnök voltam a Pécsi Bizottságban, úgyhogy állandóan így össze volt módom találkozni veled. Mi történt ezután? Utána kicsit eseménytelenebbül teltek az évek. Dolgoztam belső építészirodán, és írni is elkezdtem, illetve az építész fórumnak is voltam szerkesztője. Tulajdonképpen egy ilyen, ez az írás egy ilyen nagyon érdekes folyamat, egy ilyen tanulási, szinte hogy az egyetem folytatásaként tudtam én ezt értelmezni. Több száz építésszel és építészirodával kerültem így kapcsolatba, és beszélgettem velük építészetről, házakról, helyekről, és hát ebből is borzasztó sokat lehetett tanulni, és nagyon-nagyon klassz élmény volt. Én már itt vizionálok egy könyvet ebből, hanem is kettőt esetleg. Nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan lesz ilyesmiről szó, de most még nem szeretném lelőni a point, mert nagyon kezdeti helyzetben van a dolog. Értem. Hogy van maga a tervezés? Hát ugye a válság évei után, amikor ez úgy kicsit nehezen indult, most egy ilyen nagyon kegyelmi pillanatban vagyunk éppen, egy iroda alakulása vagy alapulása kezd körvonalazódni. Most két éve már két nagyon kedves fiatal kollégával, sőt talán már inkább két és fél vagy szinte három, dolgozom együtt. A Iblből ismerősen csenket a Gyulai Levente neve, illetve aki esetleg kicsit régebbi motoros, nekik a Reznicsek Zoli is. És hát velük most egy ilyen, ahogy Zoli szokta mondani, egy ilyen laza jazz formációban kezdtünk el együtt gondolkodni, együtt alkotni. Meglátjuk, merre visz a 2020, de hát most szerencsére úgy néz ki, hogy a munka az lesz. Hát ez nagyon szuperul hangzik. És akkor most egy ilyen lebuktató kép, már bocsánat érte. Ez itt mi? Hát igen, a nagy, nem mondanám hobbinak, inkább egy ilyen szenvedélynek mondanám, ez a tánc. A egész életemben ilyen örökmozgó kis izgága meg fürge kislány voltam, aztán ez nem múlt el teljesen, és most már 5 éve a klasszikus balett az, ami a munkából való kikapcsolást, azt heti jó pár órában ezt így nekem biztosítja. De tulajdonképpen arra kellett így idővel rájönnöm, hogy ez igazából majdnem építészet, mert hogy az ember egy ilyen nagyon, nagyon érzékeny állapotba kerül a háromdimenziós világgal, meg a saját dimenzióival, meg mozgásával. Tehát igazából nem sikerült nagyon kiszakadni ebből a téri művészetből, de mégis egy sokkal intuitívabb, sokkal valahol érzelmesebb, uh-huh. és hát egy nagyon, nagyon fókuszált és fizikailag megterhelő elfoglaltság, úgyhogy ez a
ez a nagy Hát én most. Tulajdonképpen majdhogy nem egy ilyen végszóként azt kívánom neked, hogy azokat a tereket, amiket megtervezel, és megépülnek, azokba engedtessék meg, hogy végig balettozd azt a dolgot, és beterítsd a magad ilyen jellegű dinamizmusával is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Mint egy pukkedlivel. Mizsely Janett.